Második János Pál pápa volt az első Szent Péter utódai közül, aki Magyarországon járt. A Szent Atya 1991. augusztus 18-án bizánci szertartás szerint mutatott be liturgiát Mária Pócson, amelyet becslések szerint mindegy 300 ezer hívő hallgatott a szabolcsi településen. A pápa látogatás helyszínén kialakítottak egy emlékparkot. Ennek közepén egy fából készült Krisztus szobor állít emléket a 28 évvel ezelőtti történelmi eseménynek. A teret közel 260 millió forintból újították fel, kedd délutántól pedig II. János Pál pápa nevét viseli. Az 1991-es pápai látogatás emlékére egy topos pályázatba értünk oda, hogy gyönyörűen megcsináltuk a teret. Ugye tudni kell ez a térről, hogy ez funkcionál a búcsukba, ahol több tízezer ember jön egyszerre, tehát ennek megfelelően nagyon korszerű élemhelyen rendelkezik, szabadidő részre, gyerekeknek játszótérre, színpaddal, pihenőhelyekkel, szalonosütővel, kilátóval, tehát ez egy igazi közösségi tér. Amit én, ez lehet, hogy kicsit öneprontó lesz, én már partnak neveznék el legszívesebben, most volt ugye a térnek elnevezése, de egy park lesz, ahol már koncertek, nyáron nagyon sikeres szabadtéri előadásokat szerveztünk, egy igazi közösségi hely lesz. A magyarság számára sorsfordítónak számít az 1990-91-es időszak. Széthullott a Szovjetunió, véget ért a kommunista diktatúra, és II. János Pál pápa is ilyenkor látogatott el hazánkba. Magyarország és a magyarok sokat köszönhetnek a Szent Atyának. Erről Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök helyettes beszélt Mária Pócson. Például a szabadságunkat. Azt, hogy nincs szovjet megszállás, hogy demokrácia van, jogállam van, szabad választások vannak, szuverén nemzete vagyunk. Ezt tulajdonképpen három embernek köszönhetjük. Gazdasági és katonai értelemben Ronald Reagannek, köszönettel tartozunk Mihály Gorbacsovnak is, hogy nem vitte bele a világot egy harmadik világháborúba, de spirituálisan és szellemi értelemben mindenképp II. János Pál pápának. Ő volt az, amikor a szolidaritás mellett kiállva lengyel pápaként az ő általa meghirdetett spiritualitás volt az, amivel a Szovjetunió ateizmusa már nem bírt, és neki köszönhetjük azt, hogy a Szovjetunió összeomlott, és most egy szabad világban élhetünk. A rendezvény végén leleplezték II. János Pál pápa névadó tábláját is.